A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus miatt a megszokottól más időpontban és helyszínen a Szent István Bazilika előtt várja a látogatókat a 28. Szent István könyvét, 31 kiadó 8000 kiadványával, köztük számos újdonsággal és dedikáló szerzőkkel. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján adták át a Stephanus díjakat. A Szent István Társulat és a keresztény kiadók nevében Farkas Olivér igazgató köszöntötte az ünnepi megnyitó díjátadó résztvevőit. Dr. Sarbak Gábor elnök új kiadványokat ajánlott a közönség figyelmébe, teológiai, irodalmi és bölcseleti témájú könyveket. A Stephanus díjakat Spányi Antal megyés püspök, a Stephanus Alapítvány elnöke adta át. Beszédében úgy fogalmazott, a díjazottak az európai keresztény kultúra értékét közvetítik, ezért kapják az elismerést. Vető Miklós professzor posztumusz kapta irodalmi munkásságáért a díjat, melyet testvére vett át. Dr. Mezei Balázs Mihály filozófus, egyetemi tanár, a Szent István Tudományos Akadémia tagja laudációjában kifejtette, Vető Miklós évtizedes munkájáért már számos elismerést kapott, több egyetem díszdoktora volt, katolikus filozófusnak vallotta magát, egyszerre volt misztikus és racionálisan következetes. Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök teológiai munkásságáért kapta a Stephanus díjat. Ternyák Csaba egriesek a díjazott méltatásakor elmondta, régóta tartó személyes barátság fűzi össze őket. Az a szolgálat, amelyet ő több mint 20 éven keresztül az egyházmegyéje javára végzett, az nem merül ki a különböző templomok, plébániák, parokkiák, vagy a görög-katolikus nyíregyházi hittudományi főiskola épületének a megalkotásában, hanem az a szolgálat, amelyet ő lelkipásztorként, prédikációival, tanításaival, előadásaival végzett, és azóta is fáradhatatlanul végez, az túlmutat annak az egyházmegyének a határain, amelynek ő a szolgálatában állt. 2008-ban vonult nyugállományba, ekkor kezdődött tartalmas irodalmi, teológiai tevékenysége, fordítói munkássága. Ez voltaképpen a korábbi, le nem írt művei, gondolatai publikálása volt. Keresztes püspök háláját fejezte ki Istennek, hogy a csodálatos könyvet, a Bibliát adta, és hálát adott tanárainak, akik a Szentírás szeretetére nevelték. Úgy fogalmazott, a Biblia szolgálata megér egy életet. A díj is ezt jelzi valószínűleg. Annak a visszajelzése, hogy talán nem hiába múlt el az életem. Hogy az, amit csináltam, az felkeltette az embereknek az érdeklődését, a szeretetét, amit hát most egy formasággal, egy díjjal is elismertek. Az igazi elismerés az, amit ha látok, akkor boldog vagyok, ha nem látok, akkor hiszek benne, hogy az emberek lelkében megmaradt valami abból, amit én közvetítettem nekik az Isten végtelen gazdagságából. Az ünnepség végén Spányi Antal megyés püspök feltette a kérdést, mit veszít a világ, ha a könyvek helyett az internet, az e-könyv marad. Szívet, lelket, ízlést gazdagít egy-egy könyv, élményt, emléket jelent, összetartozást erősít. Szeretnünk kell a könyveket, tette hozzá, s elmondta még, kívánom az olvasóknak, hogy szeretetben elmélyülve, hitben gazdagodva forgassák a könyveket.